Ismét reggel van. Jó reggel! Jó reggel! Marci, hol eszik bundás kenyeret? Marci, anyát csinálja itt. Hát szia, drága gyerekek! Én ezt nagyon cikálom. Hát zsír, felébredtél. De szeretem. Én is téged. Ma van Marci? Nincs itt Marci. Ez az a bundás kenyér, amiről Marci mesélt, de Marci sehol nincs. Ad már egy putész-szutész! Ötönöm, dötöröltöm, dötöröltöm! A mágyarattam. Várjátok ott a bundás kenyér, várjátok! Csókolom, Ezsike néni! Szervusz, szép jányom! Melyek, megkeresem Marcit. Hát, megyél! Lila, hagyj már fotót, utána át! Lehet Dalmát boldogítja, nem baj, úgyis kell. Ti kértek kávét? Én igen. A zsátoska. Milyen? Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Már nem vesz-e? De. Jó reggelt! Nagyon szép szég ez a felső. Szia! Ez volt az egyetlen olyan pulóver, ami rám jött a háromból, mert a másikat le sem bírtam venni. Dalma! Mindjárt. Hány kávéke? Jössz bulizni? Nem, mert fosni kell. Hát lehet fosni. Majd szólj, ha mész vécére. Jó, persze. Követlek. A sas szem mindent lát. Dalma! Mi van? Csak gyakorlom a neved. Szóval tegnap feltettem is sminkes videót, nappal is sminket csináltam nektek három termékből. Én ezt naponta alkalmazom, ez a rohanós gótus sminkem. És mellette elárultam nektek, hogy sminktanácsadást indítok ki. Szóval beleteszek mindent a videó leírásba, és olvassátok el, aztán csekkoljátok, hogy milyen kurzusok vannak, és gyertek! És indulhatunk is a keresztelő buliára, ahol be fogunk segíteni Jasmine, Marci és én, illetve az egész család fog dolgozni. És most nagyon szar idő van, de nem bánom, mert legalább nem gyulok meg. Ezt a ruhát szeretném nektek megmutatni, mert egyáltalán semmit nem néztem ki belőle, amikor megláttam. Egyáltalán nem is tetszett. És nézzétek meg, milyen gyönyörű felvéve. Úgy egyszerűen bőrszínű, azt gondoltam, hogy sápítani fog, mert hogy így, na, fehérít, de szerintem nagyon-nagyon szép és tök jól áll, és imádom az egész szabását. Legszebb férfi a földön kávét főz éppen. Készültem egy képre, de úgy látom, hogy nem kapok képet. De kapsz. Köszönöm. A hirtelen Gáni Gyulából hirtelen megfagyás lett.
Úgyhogy én talpig felöltözve elindulok, mert nem tudom, hogy mire számít, csak kell a pulóver, vagy nem. Egyébként nem is bánom, mondjuk ennyire hideg ne legyen. Illetve kijött még egy karfiol az arcomon. Már 2 napja nem videóztam, és a keresztelő után sem csináltam semmilyen felvételt, mert aztán el voltunk foglalva minden mással. Illetve tegnap is csak így elment a nap, és nem is videóztam, mert megmondom őszintén, már kezdek egy kicsit tepizni, mert nem sokára véget ér a 3 hét. Anya visszamegy Németországba, én visszamegyek Pestre, és én azért szeretek annyira nagyon itthon lenni a családdal, mindenkivel, hogy emiatt egy kicsit szomorú legyek. Szerintem ez lesz az utolsó közötti vlog, mert túl sok történés már úgysem lesz, illetve a készülődés eléggé káoszos, úgyhogy nem hiszem, hogy túl sok mindent fogok felvenni. Jasmine ma hazament, és nagyon szomorú vagyok, mert minden egyes alkalommal, amikor ránézek az ágyára, meg belenézek a szekrénybe, és ott vannak az üres polcok, akkor így összeszorul a szívem, mert hiányzik. És legközelebb majd csak az őszi szünetben látom, és elméletileg majd együtt megyünk Németországba, reméljük, hogy ez gyakorlatilag is kivitelezhető. Most pedig jön egy új vendég hozzánk, anyukám barátnője, Zsuzsikám, szerdától egészen hétfőig itt lesz. Mi azonban szombaton visszamegyünk Pestre anyáikkal, és ő még egy kicsit keresztelje, még kamarad. Sziasztok! Szia! Itt vagyunk a mai videóban. Jó, beszarok. Láttam az egyik videót. Hát abban te voltál. Egy csomót. Hát amikor felraktál ilyen sminkészletet, meg ilyesméket. Ó, Istenem, megeszlek. Megeszlek. Sziasztok, mentem le a tóra. Szia! Majd találkozunk még. Oké, szia! Szia! Halló! Azt mondják, hogy Szabó, hogy Dénasztár vagyok, izény. Sziasztok! Mondják, nem, hogy örülsz, hogy reklámozni. Na persze, de hogy nem áll. Tedd már ezt a szart! Ezek a legjobb bevágások. Szia! Marci, mit csinálsz? Láttam egy kis tüzelőt. Láttam egy kevés tüzelőt a szalonosítésre. Na gyere, cutis, segíts valamit te is. Rakjuk a fát ide be. De nem, hát mindegy, ilyenőre ki kell. Én nem bánom, vagy az az aprító, ha itt van. Oda le kell lerakni? Csak azért, hogy áthozzam a tűzt. A többit meg lehet a szeletelővel. Éppen készülünk egy esti szalonnasütéshez. Szerintem az utolsó szalonnasütés a mai nyáron. És az utolsó közös együttlét igazából, amikor így tényleg összeröffenünk ezen a nyáron. És a szalonnát sem fogunk sütni, Baba pedig írja a jelentkezőket, főző verseny következik. Szóval, Dám, amikor is érkeztél? 18-27 perckor. 18-27 perckor. A másodpercet nem tudom. Rendben. Köszönöm szépen a felvételt. Na, paradicsom nincs meg darálva. Hát akkor a paradicsom hol van? Okay. Meg ez a csípős amúgy az jó. Az olyan, hogy... Melyik? Az a kicsi. Feri bácsi hozta. Jó. Kimartam a végbelemet. Vettél belőle? Hát, tegnap belekavartam a töltött káposztába, aztán... Igen, ha... De nem akarsz menni vécére. Tessék! Nehogy ezt belerak, mert azt hiszik, hogy minden nap kakálok 4-6. Már megsült? De hogy is? Talma jössz bulizni? Nem, nem jössz? Mit csinálsz?
Fosó. Vécére mi? Most már az előbb köszönt. És hogy mit csinálsz? Kisvár, hogy írják? Dorina. Jó, Dorina. Beismert téged is. Fosol? Az ember magyarázat valami. És te szoktál? Fosni? Fosni? Szoktál fosni? Dalma, bocsánat. Bocsánat. Megnézzük a jégvarást. Jó. Bejöttek, hát elkezdtek ott nekem mondani, nem magyarul. Mondtam nekem, én ezt nem értem. Hát mondom, mondják, hogy enni szeretnének, és akkor felírtam, hogy hambig, irosz, mennyibe kerül. Mondom, na, moment, mondom, van itt nekem egy frankó dolmásom. Hívom, mondom, telefonos segítséget kérek, mondom, mutatom, hogy telefonos segítséget, hát egyik se veszi. Hát mondom, már megyek, kiabálok, mondom, Ivetke, gyere gyorsan. Olyan vendégek vagyunk, hogy nem értünk szót. És olyan jól lebeszélgettek. Hát mondják, kártyával fizethetnek, hát mondom, lehetne fizetni, de nem jó a kártya leolvasó. Azt mondja, euróval, hát mondom, euróval be tudom számítani, de forintba tudok visszaadni, mondom, fordítsd Ivetke. Na azt mondja, akkor csak annyit vásárolnak, amennyi magyar forintjuk van. Kértek egy hamburgert, meg két sört, és akkor mondom Ivetkének, kérdezz már meg, mondom, egy kis szabolcsi töltött káposztát megennének-e, ha elfogadnák, azt mondják, ó, nagyon szíves. Úgyhogy le is voltunk fényképezve, igaz Ivetkén? Igen. Úgyhogy kis aranyosak voltak mindenki. De mondom, hogy figyelj, én nekem, hogy ilyen útra elindulnak ketten kocsival, estére, ahol rájuk esteledik, megállnak, felverik a sátrat, alusznak, ameddig alusznak, utána megint mennek. Hát mondom, hogy én még Nyíregyházára sem ide kell menni. Magamba. Így van. Na. Azokban a napokban, amíg nem vlogoltam, volt nálunk egy pár, egy fiatal pár, aki Hollandiából jött kocsival, és itt vert sátrat, mert éppen itt volt nekik útba valami, aztán úgy gondolták, hogy ott valahol a susnyásba a tó mellett majd jó lesz, hogyha levernek egy sátrat. És, mint halljátok, a zenét is bekapcsoltuk. A himnuszt. Vizem, hogy szóval a papírra, mert tudom, nincs papírra, mert akkor a közmunkások itt mennének. Hát mi, ha idéhez járunk? Hát a pusztainak még vagy gyerekek. Az a segmunkás. Vulkánban volt közmunkás. Kamarád, arra irányít. Ez a Max? Szia, te csodálatos édesanyám nekem! Hát, szia, drága Péter! Mit csinálsz? Fosolgatok. És itt mi sül fő? Hús. Jaj, rántott hús Martina. Húsok. Vagy húsok. Marcina készülne, holnap megy vissza Pestre, Pestre. Ismét eltelt egy nap, visszaszámlálunk. Ma hivatalos ügyeket megyek intézni Várdába egy nagyon fontos projekthez, amiről majd később beszélek nektek, és nem leszek sokáig, illetve várok egy csomagot már, mint a messiást, elméletileg tegnap jött volna, de végül is ma küldik ki, úgyhogy már azt is alig várom, hogy megmutassam, meg meglássam én is, meg aztán megmutassam nektek is, mert szerintem most Csinyintől kaptam, és most négy nagyon szép ruhát kaptam, amit az egy, amik közül az egyiket fel is fogok venni egy rendezvényre, ami szeptember 7-én lesz, úgyhogy majd szarápoztam az Instát. Szeretném megmutatni a kis ruhácskámat, ami már nem tudom hány ezer éves, a Hádából van. Még fotózások is voltak benne, nagyon-nagyon-nagyon szép, és egyébként én nem akartam felvenni, Kerrytől kaptam, és nem akartam felvenni, és akkor mondta, hogy de legalább egyszer, és most meg annyira imádom, szerintem ez az örök darab, ami soha-soha nem fog kimenni a divatból. Egész nap a futárt vártam, hiába szaladgáltam jobbra-balra, azért mindig megkérdeztem Kerrytől, hogy merre van a ruhám, és most megérkezett. Így hát bemutatom néktek, négy darab ruhát kaptam a Shein-től, és mindegyik ilyen extra, extra, extra vagáns, kifejezetten alkalomhoz illő egyberészes ruhák, amiket én imádok. Zsuzsikámmal és Csilluskámmal elmegyünk a tyópartra, le a stégre, kicsit messzebb lévő oldal, tehát nem gyalog megyünk, hanem kocsival, és lövünk kircsi képeket, meg csinálunk fasz a felvételeket, mert onnan tök jól lehet látni a naplementét is, nem csak romantikus. De ide szoktunk jönni, várja. Hát ez ugyanaz a stég. Nem baj, legalább gyakorolt egy kicsit forgolódni az autóval.
másik az ott van egy méterrel arrébb, ez másik. Ja, ilyen sok van lerakva? Hát, azért jó, mert itt le lehet jönni, meg nem annyira gingyes. Gingyes? És itt meg is tudtam volna fordulni. Na mindegy. De jó gondolom, olyan. Ez nagyobb az a stek. Ebben már nem biztos, hogy le fogsz szakadni, Zsuzsikám. És még csónak is van. Menjünk csónakázni? Jó. Nem megyünk. Na, egy tesztet nyomunk? Micsoda? Nyomjatok egy tesztet, Zsuzsikám. Hát persze. Jójój. Na, mondom én. Nem azzal jaj, hogy jajtok. Papucsba kell jönni ide. Két hülye. Na jó van, ne egyszerre lépjünk rá. Tényleg leszakad. Nem fogtok nagyot esni. Hát nem, csak itt mély a víz. Hogy én mennyire szeretlek téged? Milyen kedves vagy. Tudom. Imán elő. Tőled tanultam. Megvan, ha jól van, arra tényleg ne lépjetek. És most akkor itt fogok állni? Nem, hát itt ott jöhetsz. Arra ne lépj. Nem mind megvan, ha jól van? Várjál már. Semmi baj, ráléphetek, tessék. Jó van, menjünk innen. Ott is esteg. Nem megyünk. Itt félelmes, menjünk haza. Nem is félelmes. Ott egy krokodil. Az nem krokodil. De krokodil. Hallod, Zsuzsikám, ebbe ki pár évvel ezelőtt nem volt víz, és itt mászkáltunk biciklivel a közepén. És eljöttünk a rétközi tavra, és megnézzük a stéget. A stagot. És itt a stég. Úgyhogy látjuk a stéget. Most már mehetünk haza, Zsuzsikám szerint. Én még előtte megkeresek egy bokrot, és pisilek egy jót. Sajnálom, Zsuzsikám. Akkor most mi a faszomat csináljak? Ülj le oda, ahol le fel is tudsz állni. De hol tudok felállni? Hát nem tudom. Na. Ha ezt egy pasi kérdezte volna, azt meg tudom mondani neki. A lapackám vakad! Volt rajta valami? Uh-huh. Szúnyi? Nyújjó. Nyújjó. Arra még el lehet sétálni, nem? Hát, szeretnél? Mehet? Szeretnék nektek mutatni egy pár dolgot, amit még én sem nagyon láttam életemben. Ja igen, ez itt a parlagfűvünk. Elég sokat termesztünk errefelé. A lényeg az, hogy ott az a lyuk, és ott az a lyuk, meg ez a lyuk, ez róka lyuk, legalábbis a kicsi nem biztos, lehet, hogy űrge, de azok a nagyok tutira róka lyukak. És ugye itt mindig figyelmeztetnek minket a róka veszélyre, hogyha esetleg... mi van? Indiai vadkender. Vadkender. Azt gondoltam, már ott egy veszett róka. Aha. Na szóval lényeg az, hogy félünk a veszett rókától. Legalábbis én félek a veszett rókától. Zsuzsikám a békától, a vízilótól, vagy bocs, a vízisiklótól, és a halaktól. Sevastok, én Laci vagyok. Sevastok, én Dan vagyok. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és... És Instagramon is lájkoljátok. És Facebookon is. Igen. És Pinteresten és Twitteren mindenhol. Facebookon is. Facebookon is. Nincs Twitteren. Nincsen. Akkor nem, ott nem szabad, nem kell, nem kell. Felejtsétek el. Na, sevastok. Sevastok.